Professzor úr, jelen pillanatban Magyarországon a csoportos megbetegedések stádiumánál tartunk. Mi várható, mi lesz a következő, mikor jutunk el a tömeges megbetegedésekig? Ezt jelen pillanatban sajnos nem lehet megmondani. Matematikai becslések, számítások vannak erre, de azt látjuk, hogy a számok nem növekednek olyan intenzíven, tehát valószínűleg a megtett intézkedések és a lakosságnak a fegyelmezett viselkedése nagyban lassítja most a járványnak a terjedését. Hogy mikor lépünk át az új szakaszba, az jelen pillanatban még nem megjósolható. Esetleg van arra bármilyen előrejelzés, hogy mikorra fog lecsengeni ez az egész járvány? Tulajdonképpen itt is ugyanazt tudom mondani. Csak a matematikai modellekre tudunk támaszkodni, és szintén csak ismételni tudom magamat, hogy az esetszámoknak nem drasztikus emelkedésével úgy tűnik, hogy ezt a járvány görbét ellaposítottuk, és megpróbáljuk minél jobban az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának határa alatt tartani, ami nagyon jó. Hogy ennek következtében meddig fog tartani, vagy hogy fog elhúzódni, ez nagyon-nagyon sok tényezőnek a függvénye, jelen pillanatban nem tudjuk megmondani. Ugye nemrég meghatározták a vírusnak a teljes genetikai modelljét, és izolálták is a vírust. Ez mennyiben lendítette előre a kutatásokat? Ez tulajdonképpen mindenhez szükséges. Szükséges a járványtani vizsgálatokhoz, szükséges ahhoz, hogy lássuk, hogy merre mozog a vírus, akár országon belül, akár országba beérkező vírusok tekintetében. Fontos az is, hogy megismerjük a vírus genetikai állományának a változásait, hogyha bármi is történik a vírus genomban, egy aminósav csere, egy fehérje változás következtében, tudjunk jól reagálni rá, amikor a gyógyszerekkel vagy vakcinafejlesztéseket indítjuk, vagy azokról beszélünk. Tehát azt gondolom, ezt sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy a vírus genom megismerése az nagyon sok alap és alkalmazott kutatásnak az alapja, amit tudnunk kell. Több felvetés szerint vannak olyan már meglévő gyógyszerek, melyek hatékonyak lehetnek a vírus ellen. Önök végeztek erre bármilyen kutatást? Valóban számos klinikai kísérlet folyt, főleg Kínában, Olaszországban, illetve több európai országban is, a különböző hatóanyagok és gyógyszerek tesztelése. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy azokat a gyógyszereket, amelyek jelenleg engedélyezett gyógyszerek, tehát nem kell egy engedélyezési procedúrán átvinni, azokat most szinte mind-mind kipróbálták, ami lehetséges, illetve folyamatban vannak ezek a kísérletek. Ugye van néhány ígéretes szer, ami tényleg úgy tűnik, hogy az elsődleges klinikai tanulmányok alapján hatékony lehet, de ki kell emelnem, hogy ezek még kísérleti szakaszban lévő vizsgálatok, tehát egyik sem igazolta 100%-ban azt, hogy valóban hatékony lehet, de mindezek ellenére azt kell mondjuk, hogy ígéretesek. Számos hatóanyag van jelen pillanatban is, amit tesztelnek világszerte. Nyilván a köztudatban leginkább a klorokin és a hidroxiklorokin van most bent. Ennek ellenére nagyon sok olyan gyógyszert látunk, ami jó lehet. Ilyen például a remdesivir, a favipiravir és nagyon sok hasonló nehéz nevű gyógyszer, de ezek mind-mind jelen pillanatban klinikai tesztelések alatt vannak, klinikai tesztelési fázisban vannak. Mi magunk itt a kutatócsoportban is végzünk egyébként hatóanyag teszteket, de hozzá kell tennem, hogy ezek újonnan szintetizált vegyületek. Tehát mi részben próbáljuk tesztelni azokat is, amelyek már ismert vegyületek, de ezt azt kell mondjam, hogy a félvilág ezt csinálja. Részben pedig próbálunk újonnan általunk, illetve a más magyarországi egyetemek intézetei által szintetizált új vegyületeket tesztelni, hát ha valamelyik bejön, és hát ha valamelyik potenciális gyógyszer alapanyag lehet. Ez egy nagyon fontos kísérlet most. Jelen kutatásokban milyen támogatást kapnak, vagy milyen támogatást tudnak nyújtani más kutatócsoportoknak? Tudnak együtt dolgozni a világ kutatócsoportjaival? Természetesen. Tehát azt gondolom, hogy most egy nagyon komoly kutatói hálózat, nemzetközi kutatói hálózat jött létre, amelyek tulajdonképpen minden csatornán tartják egymással kapcsolatot. Legyen ez a Twittertől elkezdve a sima e-mailezésen át, de azt gondolom, hogy nagyon összezárt a kutatóközösség, és elmondhatom ezt a hazai szinten is. Tehát hála Isten úgy látom, hogy a hazai
kutatócsoportok, kutatóközpontok is egyemberként beálltak most a koronavírus kutatás mögé, és hálás köszönet ezért egyébként neki, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és nagyon hatékonyan tudunk együtt dolgozni velük. Hogyha visszatérünk egy kicsit a megbetegedéshez magához és a betegekhez, hogyha valaki megfertőződik, akkor ha kigyógyul, akkor onnantól kezdve ő már immunissá válik a vírus iránt? Tudom, hogy nagyon sok olyan hír felrepült, hogy újra lehet fertőződni a vírussal. Azt kell mondjam, hogy erre az esély nagyon kicsi. Én azt gondolom, hogy ezek a hírek inkább valamilyen diagnosztikai hibából, vagy valamilyen tesztelési hibából adódhattak. Nagyon keveset tudunk még ennek ellenére erről a vírusról, de az eddigi szakirodalmi adatok alapján úgy tűnik, hogy 1-3 évig minimum védettek vagyunk a vírussal szemben. Azt is látjuk, hogy a genetikai állománya, és egy kicsit visszatérek itt is a genetikai állomány meghatározásának a fontosságára, nem változik olyan rohamosan, mint ahogy azt egyébként sok más vírusnál látjuk. Ebből következően az úgynevezett mutációk, bár én ezzel a szóval mindig nagyon óvatosan bánok, nem annyira dominánsak. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy ha nem is ad egy életen át tartó védettséget egy fertőződés, rövid távú védettséget szinte biztos, hogy kapunk a vírussal szemben. Ugye vannak olyan esetek, amikor tünetmentesek az emberek, bár megfertőzöttek, de tünetmentesen tudják átvészelni ezt az egész betegséget. Hogyha valaki ebben a helyzetben van, ő meddig tud fertőzni más embereket? Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és mindenre azt kell mondjam, hogy kutatás tárgya, kutatás tárgya, kutatás tárgya, mert tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a kigyógyult betegeknek egy része is még néhány napig, akár egy hétig is képes üríteni a kórokozót. A tünetmentes emberek ugyanúgy fertőzhetnek, mint a tünetesek, ezért is nagyon veszélyes, hiszen ők tulajdonképpen nem is tudhatják magukról, hogy fertőzöttek, és így képesek a környezetüket kontaminálni, fertőzni. Mi az, ami befolyásolja, hogy valaki tünetmentesen átvészeli, van, aki pedig az intenzív osztályra kerül? Erre van bármilyen kimutatás, hogy ez hogy lehetséges? Tehát a klinikai kép, a klinikai tünetek lefolyása, az számos tényező befolyásolhatja. Természetesen a krónikus betegségben van, valamilyen immunhiányos állapotban szenvedő beteg esetében ez súlyosabb lefolyású lehet. Mi lenne a legideálisabb? Ugye beszéltünk már arról, hogy most próbáljuk csökkenteni, lassítani azt, hogy leterheljék a betegek az egészségügyi ellátást, az ellátórendszert. Melyik lenne jobb, hogyha most így hirtelen megfertőződne mindenki, és itt nem az egészségügy szempontjából kérdezem, hanem az úgynevezett idézéles nyájimmunitás kialakulása miatt teszem fel ezt a kérdést? A nyájimmunitás kialakulása az egy nagyon fontos dolog, de jelen esetben azt gondolom, hogy kivitelezhetetlen. Tehát most a legfontosabb az, hogy az egészségügyi ellátórendszerünket ne terheljük. Nyilván így is az látszik, hogy nagyon sok ember fertőződik meg, és ahogy már az előbb is beszéltük, lehet, hogy nagyon sokan tünetmentesen, vagy nagyon enyhe tünetekkel átviselik. Azt gondolom, hogy azok az országok, amelyek elengedték idézőjelbe ezt a járványt, és a nyájimmunitást célozták meg, az nem egy jó stratégia jelen helyzetben, mert olyan mértékű az egészségügyi ellátórendszer terheltsége hirtelen, ami minden országot megvisel. Tehát nyilván a legjobb az lenne, hogyha nagyon hamar egy nemzetközi kutatásokból akármilyen szinten egy vakcina előállítás történne meg, de ahogy ezt sokszor mondtuk, ez egy nagyon hosszú idő, és azt gondolom, hogy ennek a járványnak a végét nem ez fogja jelenteni. Mi várhat ránk a jövőben? Miután a vírus eltűnt, vagy kicsit visszább húzódott, újra fel fog tűnni? Erre sem tudjuk egyértelműen a választ. Ha személyes szakmai véleményemre kíváncsi, akkor azt gondolom, hogy igen. Tehát olyan mérvű ez a fertőződés már a világban, hogy nagyon kis esélyt látom annak, hogyha ez el is tűnik, akkor ne váljon ciklikussá. Természetesen ez nem törvényszerű. Nem tudjuk a választ, meglátjuk. Mit kell tennünk nekünk, azoknak az embereknek, akik otthon vannak és várják, hogy megtalálják a kutatók a megfelelő ellenszert? Mindenkit arra kérek, hogy legyen türelmes. Ezt az időszakot most türelmesen túl kell élnünk. Maradjanak otthon, minimalizálják a kontaktust más emberekkel, próbáljuk meg a járványt lassítani, és az esetszámokat jelen pillanatban alacsonyan tartani. Tudom, hogy ez egy nehéz időszak mindenkinek, de csak ezzel tudjuk a
járványt megfelelőképpen lelassítani, és az egészségügyi ellátó rendszerünket a legjobban védeni a túlterheléstől. Meglátjuk, hogy mit fog hozni a következő két hét, és nyilván ennek függvényében tudnak a döntéshozók további döntéseket hozni, de arra kérek mindenkit, hogy tartsuk be az utasításokat. Professzor úr, én nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget.